Döntés született a mezőgazdasági és halászati tanács ülésén, ahol az agrárminiszterek megállapodtak a közös agrárpolitikai reform legfőbb elemeiről. Ennek következtében 2023-tól jelentős változások lépnek életbe hazánkban. Vendég Edith, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Tolna megyei igazgatóságának elnöke szerint a megállapodás rendkívül nagy sikert jelent a hazai agrárdiplomácia vonatkozásában. Ez tulajdonképpen annyira új, hogy igazából konkrét a magyar nyelvű anyagaink még nincsenek is ezzel kapcsolatosan, tehát a következőkben lesz majd a feladatunk, mint agrárkamarának, hogy a gazdálkodókat fölkészítsük ezekre a változásokra. Tehát a 2021-es, 22-es évünk az egész biztos a tájékoztatásból fog állni, és az a célunk ezzel kapcsolatosan, hogy 23-ban minden gazdálkodó felkészülten meg tudja hozni azokat a döntéseket, amik ezek az új körülmények között a legideálisabb lesz a gazdálkodásuk számára. 2019. decemberében fogadta el az Európai Parlament az Európai Zöld Megállapodást, ami rendkívül szigorú előírásokat tett környezetvédelmi szempontok vonatkozásában. Növényvédőszer használatot 50%-kal, a műtrágya használatot 20%-kal, antibiotikum használatot szintén 50%-kal szerették volna csökkenteni. Ezt a sötétzöld programot próbálták az Európai Parlament elfogadtatni és minden tagországra kötelezővé tenni, ami gyakorlatilag csökkentette volna a mezőgazdaságban dolgozók versenyképességét, a jövedelmezőségét, és olyan feltételeket szabott volna mind a növénytermesztés, mind az állattenyésztésben, amelyek tarthatatlanok lettek volna, valamint annyira megbonyították volna a támogatásoknak a kifizetését a gazdálkodók részére, hogy inkább többen fontolgatták a gazdálkodásnak a felszámolását. Ami az állattenyésztési részét illeti, úgy nézett ki ma egy állattenyésztő az Európai Zöldek véleménye szerint, mint egy ilyen ökoterrorista, aki sanyargatja az állatokat, és egy olyan kezdeményezés is lábra kapott, hogy ne lehessen reklámozni a húsfogyasztást Európán belül, hanem csak a vegetáriánus étrendet, ami számomra teljesen szürreális. Horváth István Tolna megye egyes számú választókerületének országgyűlési képviselőjének elmondása szerint hazánkban a legszigorúbbak az állatjóléti feltételek, és nemzeti forrásból a legtöbb támogatást Európán belül a magyar gazdálkodók kapják. Az élelmiszerbiztonsággal kapcsolatosan Magyarországon a legszigorúbb a nyomon követése a termőföldtől egészen a polcokig az élelmiszereknek, és ez a fajta új szabályozás, ami ezt az Európai Zöld Program hozott volna be, teljesen versenyképtelenítette volna mind a hazai és az európai termelést, és egy harmadik országok számára, itt gondolok Észak-Amerika, Dél-Amerika vagy Távol-Kelet számára, egy olyan fajta pozíció előnyt adott volna, hogy ott ellenőrizetlen körülmények között előállított és termelt élelmiszerek elárasztották volna Európát, és ez gyakorlatilag a vidéki életstílus teljes egészében ellehetetlente volna, hiszen akik a mezőgazdaságban élnek, állattenyésztésben élnek, az ő munkakörülmények ellehetetlenültek volna. Tehát összességében ezt sikerült megakadályozni, egy erős, a magyar hagyományokkal teljesen ellentétes, ilyen túlzott, sötétzöld programot ráerőltessenek Magyarországra, illetve az Európa többi tagországára, hanem normál, felelős állattartás, felelős élelmiszer előállítás mellett sikerült meggyőzni az Európai Parlament többi tagállamát. Költségvetés szempontjából 2023-ig biztosítva lesz a támogatási rendszer. A 2022-es év is úgy tűnik, hogy átmeneti év lesz. Ez azt jelenti, hogy az országok kapnak egy alap támogatást, amit a 2021 előtti szisztéma alapján tudnak a támogatási jogosultak számára biztosítani, és a nemzeti források azok eldöntik, illetve az adott tagországok eldöntik, hogy ezt még mennyivel szeretnék kiegészíteni. Magyarországon az a jó hír, és az Európai Unión belül példaértékű, hogy magyarok a 30%-os mértékű nemzeti támogatást 80%-ra fel fogják emelni ezekben az átmeneti években. Ez azt jelenti, hogy 2021-es évben összesen annyi fejlesztési forrás lesz az ágazatban, mint az előző 7 évben összesen. Tehát Magyarország a vidékfejlesztési programok összességében példaértékű támogatási forrásokat biztosít a vidéki munkahelyek és a vidéki
életminőség megőrzésére, illetve annak fejlesztésére. Tehát vidékfejlesztésre 2021, illetve 2022-ben összesen 1570 milliárd forint áll rendelkezésre. Jelenleg 600 milliárd forint keretösszeggel vannak kint pályázatok, elérhetőek például a kertészet, állattenyésztés, terménytároló és szárító, illetve élelmiszeripari beruházások.